Köszöntöm Önöket, ez itt a Publikum, a Pécs TV összkulturális városnéző magazin műsora. A mai alkalom főleg a zene jegyében zajlik majd. Barangolunk a különböző műfajok birodalmában. Lesz fotókiállítás és vendég is érkezik a következő fél órában. Tartsanak velünk! A trauma kiállítás a hadifoglyoknak és a Málenki robotra elhurcoltaknak állít emléket. Az alkotások a Two Words Europe egy ifjúsági fotópályázat nyertes képei, melyek a Zsolnay negyed Kemence galériájában tekinthetők meg április végéig. Peregi Dalma egy éve tanul fotózni a Zsolnay negyedben. Dalma több mint 200 felvételt készített a témában, ezekből 5-öt küldött be a pályázatra. A zsűri ezt a képet választotta ki a kiállításra. Én nagyon szeretek fotózni, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, és érdekelt is a téma, hogy ugye a svábok kitelepítése, és tetszett az ötlet, hogy elmentek fotózni a helyszínekre. Az a jó, hogyha minél művészibb egy kép, szóval ha minden ember mást lát egy képbe, de ha amit a fotós gondol, és máshogy gondolja, mint az átlag emberek, és ezt meglátják, akkor az már jó egy képbe. A Two Words Europe projekt célja, hogy a világháborúkat átélt generációkat hozza közelebb a mai élő fiatalokhoz. Az ő együttműködésükön keresztül az idősek emlékein és a fiatalok egyedi látásmódján át egy újfajta perspektívába kerül a háború és annak utóhatása. A kiállítás a projektben résztvevő középiskolás diákok által Nagynyárád, Bój, Berement, Újpetre, Palkunya településeken készített 10 legjobb képet mutatja be. A kiállításhoz kapcsolódik a magyarországi németek Pécs-Baranyai köre és a Janus Pannonius Múzeum Várostörténeti Múzeum anyagából összeállított Trauma című tárlat tablói felvételei is. A mi kiállításunknak, ami novemberben volt, a Trauma kiállításnak, ez egy kicsit a tovább élése, úgyhogy egy nemzetközi programhoz kapcsolódott a kiállítási anyagunk az Erasmus programhoz, illetve a Grundvig programhoz, amelyet meghirdettek több országban. És az itteni szervezők, akik ezt a programot szervezték, ők kérték meg, hogy ezt az anyagot is kiállíthassák, amihez mi természetesen örömmel járultunk hozzá, úgy a múzeum, mint a német kör, mert úgy gondoltuk, hogy nem porosodnia kell ezeknek az anyagoknak, a múzeumnak, ami én, hanem minél több helyre kiállítva, minél több emberhez eljutva kell, hogy tájékoztassa az embereket arról a történetről, amit a Málenki robot fedett le. A Tovább élő emlékezet című dokumentumfilm a kiállítás teljes ideje alatt megtekinthető. Igazságtalan és megalázó volt, de elszenvedő élet is fel tudtak állni, és újra meg tudták teremteni életet. Maradjunk még a fiataloknál, de most már a zenevilágába kalauzoljuk Önöket. Régi hagyomány a Muzsikáljunk Együtt című zenei esemény a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola életében. Legutóbb jelenlegi és volt növendékek, illetve tanárai klasszikus szerzők műveit adták elő. Ki ének hangján, ki pedig hangszeren. Forgó Benjamin 9-es most a művészeti gimiben, korábban az ANK művészeti iskola növendéke volt, 9 éve zongorázik. Nagyon fontos a többi ember előtt játszani, és a többi embernek megmutatni a szép művekbe, megmutatni a műveket és bepillantást adni belőlük. Szeretek szerepelni, mindig elégedettséggel tölt el, amikor tapsolnak meg ilyenek. Thank you.
próbálom minél komolyabban venni, és ez egy szakma is, nagyon komoly hobbi egyszerre, úgy gondolom, mert meg egyébként is nagyon sok szegmense van egy ilyen zongorán való játéknak, szóval én nagyon szeretek könnyű zenét játszani, improvizálni, meg ilyesmiket is csinálni, szóval ezt hobbinknak is tekinthetem, de mindenképpen ez egy nagy lehetőség a későbbiek folyamán is. Megyi Móresz Ildikó Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem második évfolyamos hallgatója. A csaknem két év alatt rengeteg technikai dolgot tanult meg Marton Éva operaénekes tanárjától és korrepetitorától, Gyökér Gabriellától. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni szerintem. Nagyon fontos, hogy nagyon jó kapcsolat van közöttünk. Tanár-diák viszony az rendkívül jó, ami szerintem rendkívül fontos. Itthon vagyok, úgyhogy betoppanok a vizsgaanyagommal. Tulajdonképpen kipróbálom, hogy milyen közönség előtt ezt a műsort előadni. Puccini, Donizetti, Rossini, Kodály dalokat és egy Handel áriát fogok énekelni. A Muzsikájunk Együtt zenei rendezvényen fellépett még Deák Anna tanárnő, Boros Mihály, Felszegi Dalma és Böjtén Kármen Stefani. A tánc világnapja hivatalosan április 29-én van. A Pécsi Balett viszont már április 26-án Finnországba lép fel, pontosan ezzel kapcsolatban, majd pedig 29-én a napján, itt Budapesten a Művészetek Palotájában. Mai vendégünk Vince Balázs, a Pécsi Balett igazgatója. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, és nem véletlen ez a vendégeskedés, hiszen a Pécsi Balettnek a háza tájékán sok minden történt és történik a következő időszakban, és ami a legfontosabb, hogy a balett igazgatójával is történt egy nagyon-nagyon megtisztelő és felemelő esemény, ugyanis március 15-én a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, ugye ez Áder János köztársasági elnöknek az adományozása révén, de Balogh Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere adta át. Sejthető, hogy miért, ugye van egyszer egy rendkívüli jó táncművészeti múlt és jelene is az igazgatónak, azon kívül pedig az együttes építő munkájáért, mert fantasztikusan kovácsolja a csapatot. Beszélgessünk erről.
Meglepő volt egyébként ez a fantasztikus díjazás, vagy már úgy elvárható volt, hiszen ön maga is tudja, hogy hol tart a pályája terén? Arról tudtam, hogy föl vagyok terjesztve, a Magyar Táncművészek Szövetsége, az a szakmai szervezet, ahol közel 50 együttes, az ország legtöbb tánc együttese van ebben a szervezetben, ők terjesztettek föl. Váratlanul ért, mert azért ezeket a díjakat kicsit idősebb korban szokták átadni és átvenni. Azt hiszem talán Baranyából, ugye a Mihalisz Norbert és én voltam ilyen fiatal, és szerintem a Művészetek Palotájából vettük át, mi voltunk ketten szerintem a legfiatalabbak. A többi kitüntetett azt jóval idősebb volt nálam. Hát engem váratlanul ért, de hát nagyon-nagyon örültem, és azt hiszem többször el is mondtam már, hogy és ez furcsa, mert nem lehet díj között különbség van, de én egy kicsit jobban is örültem annak, mint amikor a szakmai díjakat kaptam meg, mondjuk a Harangozó Gyula díjat, vagy az Imre Zoltán díjat, mert ott a szakmai része azt mondja, hogy én jó művész vagyok, egy szakmai része azt mondja, hogy nálam van jobb művész. És innentől kezdve szubjektív a dolog, itt viszont egy teljes egység volt a szakma részéről. Én jövőre fogom 10 éve vezetni a Pécsi Balettet, és hát nemrég kerültem az élére. Igen, és nemrég kerültem az élére. Én nagyon örülök annak, hogy látják az igazgatói munkásságomat is, az, hogy mennyi mindent elértünk. Tényleg pozícionálva lett a Pécsi Balett, egy évben legalább 20-25 előadást tart más városban, régebben nem utazott, rettentő sok szakmai díjunk lett, nagyon erős lett a csapat, sokszor olyan kritikák is vannak, hogy hát hasonló, mint a Pécsi Balettnek a 60-as és 70-es években az a fénykora, hogy azt éli megint az együttes. És hát pozícionálni tudtuk az együttes, hála Istennek a mostani igazgató, a Rázga Miklóssal, Micuval, nagyon jól megértette azt, hogy a balett fontos a színházon belül, és hogy neki is megvannak azok az értékei, szüksége van azokra a dolgokra, amik előtte nem voltak meg ahhoz, hogy jól tudjon működni. Szóval én nagyon örültem neki. Ugorjunk egy nem túl nagyot. A Pécsi Egyetemmel, a Táncszó Egyetemmel létrejött egy együttműködés, egy ilyen közös projekt. Miért? Mi ennek az oka, amit ad ez? Mire jó ez? Többször megfogalmaztuk már, és megfogalmazódott már intézményvezetők között és a városvezetés között is, hogy nem, sokszor nem volt kapcsolat a városi intézmények között, és mi szerettünk volna ebben az elsők lenni, és ugye hát akkor, amikor ezről elkezdődtek a tárgyalások, mi rögtön ugye fölvettük az egyetemmel, Bódis rektorul a kapcsolatot Miklóssal, és végül is hát ki tudtuk alakítani egy megállapodást, amit ugye múlt évben írtunk alá. És ennek az egyik pontja végül is az, hogy az egyetemisták, ugye ott van a Táncszó Egyetem az egyetemen, és végül is a tánc egyébként nagyon-nagyon szépen és nagyon színvonalasan jelenik meg az egyetemen belül, szeretve van, oda van figyelve rá, és azt gondoltuk, hogy akkor ez egy kapcsolódás lehet, aki szereti a táncot, az már rossz ember nem lehet, és az már nyugodtan eljöhet az Eck Imre Balettterembe és dolgozhat velünk. Van egy egyhetes kurzus, és az egyetemisták jönnek, klasszikus balettet kapnak tőlünk, modern, Metmetox és Graham technikát, és este felé pedig egy koreográfia betanítást, én egy koreográfiát készítek, egy 2 perces koreográfiát. Ennek a végterméke az lesz, hogy a Pécsi Balettnek egy táncművésze, Molnár Zsolt, és az egyetemről egy lány fogja megcsinálni a duettet, és ezt majd reményeink szerint lehet, hogy a Városnapján vagy különböző fórumokon be tudjuk mutatni, ezzel is láttatva azt, hogy dolgozunk, közösen gondolkodunk, és hogy odafigyelünk a pécsi intézményeken belül egymásra. Akkor ez az első közös nagy lépés, ugye, ez a mostani projekt? Így van, és hát nagyon, nagyon izgalmas. A másik pedig, drága egyetemisták, színházba kell járni. Az egyetemisták,
Az egyetemistákat a legnehezebb megszólítani, biztos nagyon sokat tanulnak, és nagyon sok vizsgájuk van. És nagyon érdekes például most, hogy és ezért fontos, hogy közel hozzuk őket egymáshoz. Például ezek az egyetemisták, akik nagyon szeretnek táncolni, nem voltak még balett előadáson, színházba. És ez erre is jó, hogy most ugye természetesen meghívtuk őket is, beleszagolnak ebbe a millióben. Én azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy nekünk kell keresni a kapcsolatot, és én hiszek abban, például ezek a fiatalok most összebarátkoznak a Pécsi Balett táncművészeivel, kialakul egy közvetlenebb kapcsolat, és így tud igazából a színház, így tud a kultúra és a tánc is toborozni magának embereket, akik szeretik. Bele kell, segítenünk kell abba, hogy beleszagoljanak ebbe a színházi millióbe, hogy utána már ne tudják elereszteni, és hogy utána igényük legyen rá a következő időszakban. Közeledik a Tánc Világnapja, ugye április 26-án szombaton lesz ez a fantasztikus esemény, és a Pécsi Balett úgy tudom, hogy nagyon messzire utazik Finnországba. Ott milyen szerep és milyen meghívás ez az egész történet? Igen, ez egy fantasztikus dolog. Ma már azt kell tudni, hogy ma már nagyon nehéz utazni. Régen, 20-30 évvel ezelőtt úgy volt, hogy egy együttes kapott egy pénzt, összeget is ebből el tudott utazni Lengyelországba, és bárhol is meg tudta mutatni a magyar értékeket, a magyar kulturális értékeket. Ma már ez nagyon nehéz, ma már bárki, a legjobb együttes is elutazik, legalább mondjuk a repülődíjat azt neki kell állnia, és akkor ott fizetik a szállást, a napi díjat és a különböző felmerülő költségeket. Hát ez most egy olyan fantasztikus felkérés, ahol, és ezt is szeretném mondani, hogy ez is nagyon mutatja egy együttes rangját. Ez egy Helsinki-ben egy nagyon komoly táncfesztivál, és erre minket meghívtak. Az anyagunk, amit láttak, az felkeltette az érdeklődést, az a szakmai minőség, ami a DVD-n volt, és kiválasztottak minket, és meghívtak. Semmilyen kapcsolat nincs, semmilyen baráti kapcsolat nem volt, semmilyen bartel. Egyszerűen csak az az anyag, amit kiküldtünk, az a minőség, az azt mondták, hogy kell. Mi leszünk ennek a fesztivál gála estjén, ennek a gála estnek a díszvendégei. És ugye 25-én fogunk elrepülni, és 26-án lesz ez az előadás. Hát amikor ez adásba kerül, ez a beszélgetés, pénteken este, ugye akkor van a publikumnak a frissítés, akkor éppen repülőgépen fog. Így van, akkor már szerintem a színház teremben épp világítani fogunk, és a táncosok fölmérik a környezetet és a színpadot. Na és még visszatérve, hogy itt minden költséget ők fizetnek. Itt nekünk nem kellett, és ez egy nagyon nagy dolog. És hát természetesen egy balett együttesnek ez a dolga, itthon, ebben a gyönyörű városban megcsinálja azokat a táncprodukciókat, amiket kell, és utána vigye a hírét Magyarországon és külföldön a magyar és a pécsi kultúrának. Hát köszönöm szépen, és akkor nagyon jó utat kívánok. Mennyi ideig lesz ott a társulat? Ez egy villám látogatás, 25-én utazunk, 26-án dolgozunk, 27-én pedig hazajövünk. Köszönöm, és akkor nagy jó utat kívánok, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez, az elismeréshez. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy tovább következő 10-20 évben is majd rá fogok erre szolgálni. Úgy legyen. Köszönöm, Vince Morán. Én is köszönöm. A Győrben a közelmúltban megrendezett 7. Netvers Fesztiválon az Ostinato együttes magas színvonalú produkcióját hangraforgó díjjal ismerték el. A Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály gyakorló gimnázium és szakközépiskola diákjai Kopecki Péter vezetésével 20 éve ismerkedhetnek a zenés irodalom műfajával. Az együttes tavaly ünnepelte a Babicsban működő verséneklés 20 és az Ostinato 10 éves jubileumát, mindez egybeesett a gimnázium 50 éves évfordulójával. Mihalec Imola 6 éves kora óta fuvolázik, álmai közt szerepelt egyszer színpadon állni és fújni hangszerét. 3 évig zongorázott is, 11 éve zenél. Soha sem gondoltam azt, hogy majd belekerülök egy együttesbe, de amikor a tanár úr megkeresett azzal, hogy lenne esetleg kedvem csatlakozni az Ostinatóhoz, akkor örömmel tettem. Ez mindenképpen egy hatalmas megtiszteltetés.
mert így az, hogy ott vagyok egy összetartó csapattal, és ugye egy elismert csapattal, akik járják az országot különböző helyen, és koncerteket adnak, hát ez nem mindennapi. És ez valamilyen módon különlegesé tesz ugye az én diák életeimet is, mert hát egy csomó gyerek csak álmodni sem merne erről, hogy elvigyék ilyen helyekre. És ez mindenképpen egy kiemelkedő teljesítményhez is hozzájárul. Írónő szeretnék lenni, ez a nagy álmom. Hát az, hogy majd ez mennyiben fog összejönni a jövőben, ezt nem tudom, de az, amit most csinálok, az mindenképpen hozzájárul. Tehát így ez engem is motivál arra, hogy írjak verseket mondjuk, vagy blogot vezessek, ilyen kisebb gondolatok már megjelentek, de hát az nagyobb közönséget még egyelőre sajnos nem látott, de majd remélem, hogy egyszer eljutok arra a szintre. Matyók Anna Mária inkább énekelni szokott az osztinátóban, de hegedülni is szeret. Én már nagyon kiskoromban, óvodáskoromban már jártam zeneoviba, és utána meg elkezdtem zeneiskolába járni, ott hegedültem, meg hát ugye a szolfés órákon énekeltem is, és igazából én mindig is énekelni szerettem volna, az volt a leginkább megindító bennem, amit szerettem volna csinálni. És ugye, amikor már kezdett kicsit fejlődni a hangom, akkor úgy döntöttünk, hogy járhatok majd magánénekre is, és közben babicsos lettem, és Kopeszki Péter tanár úr megkeresett, hogy legyek az osztinátó tagja, ha esetleg van kedvem, és én erre örömmel igent mondtam. De sokan látják ezt a tevékenységet, és így úgymond fel is néznek ránk, mert vannak olyanok, akik hasonlóan szeretnének a tagja lenni, valamint ez büszkeséggel tölt el minket. Színésznő szeretnék lenni, de igazából ez csak egy álom. Hogyha ez nem valósul meg, akkor hobbi szintjén szeretném tovább űzni ezt a tevékenységet. Az együttes tevékenységének alapja a zenés irodalom. Kopecki Péter 92 óta foglalkozik zenés verséneklésssel. A diákokkal közös tevékenységük 20 éves, az együttes 2004-ben alakult, éppen 10 éve. Osztinátó annyit jelent, makacs ritmus, ez pedig a kitartó munkára utal. Számos díjat nyertek már pályafutások során. A legutóbbi díjunk az egy hangraforgó díj, Grammy díj, ugye, mert gramofon hangraforgó, és akkor ez így ilyen bájos elnevezéssel a 7. Netvers Fesztiválnak a, hát most mondjuk így, hogy fődíja, de ez nem verseny volt, hanem ez egy fesztivál volt, mert a legmagasabb szintű produkciót értékelték ezzel a díjjal a szervezők. Ez a legfrissebb, de hát volt előtte nem kevés díjunk, még tavaly ősszel az Antré Fesztiválon szakmai díjat kapott az osztinátó, és hát a pályafutásunk alatt az elmúlt, hát a műfajban a 20 év, de az osztinátó címke alatt a 10 év alatt is azért számos díjat szereztünk és öregbítettük, egyrészt az iskolánk hírnevét, másrészt pedig hát egyetemét és Pécsét. Ez egy igazi crossover, de hát itt azért a kreativitásnak nagyon nagy szerepe van, bár azt gondolom, és egy hungarikum is egyben. Én nem tudok szöveget írni, mindig zenéltem, és hát nálam sokkal jobb szövegírók a költők. Hát őket hívtam segítségül, és sokszor nyilván az ember olyan vershez nyúl hozzá, vagy mondjuk így dalszöveg, hiszen Suhai Pál, aki az egyik kedvenc költőnk, és akivel a közeledkező osztinátó lemezt is készítjük, ő azt kérte, hogy ne is azt mondjuk, hogy versek, hanem hogy dalok. A költők is ugyanúgy érzik ezt, hogy zenés formában jobban eljut a gyerekekhez, az ifjúsághoz, vagy bármilyen közönséghez a költeményük, mint ha nyomtatott formában, vagy írott formában lenne. Bár ez azért nyilván megvan a befogadó közönsége az olvasott versnek is, de az kétségtelen, hogy a zenei nyelvezet az segíthet szélesebb közegeket megérinteni. Ezzel a gyerekek is így vannak, tehát az előadók is, van olyan diákom, aki megfogalmazta. Például nagyon könnyen tanul szöveget, de akkor, hogyha az zenével van. Én nekem szöveggel mindig bajaim vannak. Én még a zenével se tudom, pedig én zenésítem meg, és sokszor mostanában éneklek, azért elhibázom. De hát ők ebbe jobbak és ügyesebbek. Annak idején is
talán hát, nem hátsó szándéként, talán megfogalmazódhatott bennem, bár most nem nagyon emlékszem, hogy ennyire karakánul ez megtörtént volna, hogy csak azért énekelni verset, hogy eljusson a gyerekekhez, ilyen szándék nem feltétlenül volt. A szépet láttuk benne, és azokat az energiákat és találkozási pontokat, amik minden művészeti alkotó tevékenységben megvannak. És jó, hogyha ez a fiatalokban is megvan, és nagyon jó olyan fiatalokkal dolgozni, akik erre érzékenyek. Még mindig a zene. A Metronome Jazz Club legújabb koncertjére hívom most Önöket. A Brando Quintet, az együttes repertoárját intim hangvételű, jól hangszerelt szerzemények alkotják, melyekben swing, latin és funky ritmusok is színesítik a hangzást. Horváth Andrea 2 éve tagja a Brando Quintetnek. A szakmai barátság úgy jött létre, hogy abban az időben Andrea egy másik együttessel lépett fel előzenekarként, szintén a Zsolnaiban. Ekkor találkozott Szőke Brandóval, amikor is a profi zenész felkérte a lányt, muzsikáljon nekik is. Majd sok-sok próba következett. Nekem nagyon tetszik, azért is játszok velük így szívesen. Azzal jó ebben a zenében, amit játszunk, vagy játszanak, hogy... Tehát, hogy van benne improvizatívabb rész is, és van benne ilyen megtanultabb struktúra szerinti rész is. Ezért így van belőle ilyen is, olyan is, technikás. Úgyhogy emiatt jó a hangzás világ az, hogy minden hangszernek megvan a maga tere, mindegyik máshol szól, és ez benne a jó szerintem. A Quintet most sextetként lép fel, 2 vendégművészük van erre az alkalomra. Egy kicsit kuriózum is ez a mostani fellépésünk, hiszen 6-an még egy színpadon nem szerepeltünk. A felvételünkön van olyan, hogy 6-an játszunk, de most élőben először szólalunk így meg, hiszen a zenekar felállása a gitár, dob, basszus, gitár és fúla mellett most itt van velünk egy zongorista is, és egy szánykürtös barátunk is, úgyhogy így 6-an szereplünk most. Ízelítőt adunk az Unplugged, illetve akusztikus, illetve a Smooth Jazz programunkból is. Az Unplugged azt inkább fúvalával szoktuk játszani, és kicsit olyan meghittebb, csendesebb jazz muzsika. A Smooth Jazz pedig egy kicsit olyan lágyabb, de olyan elektronikusabb megszólalást ad, és ebből adunk ízelítőt mind a 2 műfajból.
Ez volt a Publikum legújabb adása. Jövő héten kezdődik a Zsolnai Fesztivál és az Egyetemi Napok a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. Május 1-től 3-áig 23 helyszínen több mint 110 programot és közel 500 előadót láthat a közönség. Várom Önöket oda is, viszontlátásra!